A héten folyamatosan érkeztek a fűtés leállítását igénylő lakószövetségi kérések az Urbana RT-hez, a kórháza, köztársaság, a tábor, valamint a Betlen egyes lakótársulás jelezte a közüzemeknek, hogy a tavasz beköszöntével nem igényli már a távhőt, máshol egyelőre még fűtenek, magyarázza Rádúj Mihály, az Urbana RT igazgatója. Vannak olyan lakószövetségek, amelyek kérték a fűtés leállítását, nyilván spórolás megfontolásból, de még a város nagy részébe megy a fűtés. Ezek között megemlíteném a tábornegyedet, ahol annak ellenére, hogy kérték a fűtés leállítását, azokba a lépcsőházakba, ahol vízszintes elosztás van, ott hagyjuk ezt, és mindenki maga dönti el, lévén, hogy egyéni szabályozás van, hogy van szüksége fűtésre, vagy nincsen. A cég vezetője közölte, idén nem állnak le a felújításokkal, befejezik a Betlen negyedi fővezeték cseréjét, valamint a melegvizet visszaforgató rendszer kiépítését. Ugyancsak ezen a lakótelepen hőátadó modulokat is szerelnek a lépcsőházakba, a cél a fűtés hatékonyabbá tétele. A beruházások viszont nem jelentik azt, hogy nőni fog a gigakalória ára, Rádúj Mihály kijelentette, az elkövetkező években nem fog emelkedni a szolgáltatás lakossági ára, sőt a stratégiai tervek alapján 3 év múlva csökkenni fog a távhődíja. Addig megépül a már többször emlegetett hőerőmű, mely faőrleménnyel állítja majd elő az energiát, így lehet olcsóbb a földgáznál. A terveknél maradva az igazgató elmondta, idén még több lépcsőházban szerelik fel a vízszintes fűtésrendszert, melynek előnyei kézzel fogható anyagi megtakarítással járnak. A szolgáltatás minősége pedig vetekszik az egyéni hőközponttal. Jelenleg 14 lakótömbben van ez a rendszer, ezekben a lakásokban átlagosan 30%-kal csökkent a fogyasztás, vagyis kevesebbet fizetnek fűtésre. Az Urbana várja azon lépcsőházak lakóinak jelentkezését, akik ezt a módszert szeretnék alkalmazni tömbházukban. Dolgozunk a vízszintes elosztásnak a kiszélesítésén, tehát várjuk a jelentkezőket, akik igénylik a lépcsőházuk vízszintes elosztásra való átszerelését, és a nyár folyamán ezeket el fogjuk végezni. Az Urbana RT egyébként idén várhatóan 50 lépcsőházba szereli be azt a csőrendszert, ami a vízszintes elosztást lehetővé teszi.